Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Folytatjuk azt a sorozatunkat, amikor is egykori sportlegendákat szólítunk meg. Vendégem Seres Ferenc, birkózó legenda, olimpiai világ és Európa bajnoki bronzérmes, 8-szoros magyar bajnok, az Európa bajnoki bronzból 2 is van. Ahhoz, hogy megértsük és hogy mi mindent jelentett a kötött fogású birkózás számára az a fantasztikus szereplés, az az életút, ami a tiéd, először talán el kell mennünk Tiszakécskére. Talán onnan indulnánk, így van. Hát igen, én Tiszakécskén születtem 1945, 11. hó 3-án. Születtünk, ezt többes számban mondom, mert nekem van egy ikertestvérem is. És ő is birkózott, ő is nyert magyar bajnokságot. Igen, vele is fogunk beszélgetni. Igen, és onnan indultam, igen, Tiszakécskéről 1967-ben vonultam be a Szondiba. Előtte egy kicsit beszéljünk, hiszen már nyilván már ott is elkezdted a birkózást. Hát ki volt az első mestered? Ott kezdtem persze Tiszakécskén. Hát ott az első edzőm, hát már nem hiszem, hogy sokan Antal Pálnak hívták. Ott volt ilyen, ott dolgozott annak idején a falu gazdaságonál volt. És mi mind gyerekektől leskelődtünk be az ablakon, amikor edzést tartott, abban az időben voltunk 15-16 évesek, és akkor beintett bennünket, hogy gyertek be, az adott egy-egy tornacipőt, egy-egy klotgatját, és akkor hozzáfogtunk a bukfencez meg, amit akartunk, csináltunk, és akkor adott egy-egy kis ellenfelet, birkózgattunk, és látta, hogy hát ügyesen mozogtunk, így mond. Hát ő dicséret, azért mondom, azt mondom, amit ő mondott, hogy ügyesek vattok, azt mondja, gyertek máskor is, azt mondja. Hát mondtuk, hogy jó, jövünk, és akkor ott rendszeresen jártunk edzésre, és akkor onnan tovább repültünk, mert mondom, akkor ott 1966-ban fölfigyelt rám a Szolnoki MÁV, ezt nem is mondtam még, a Szolnoki MÁV birkozó csapat volt ott is, és bevittek bennünket, illetve csak engemet, az Imre, a tesóban az maradt otthon. És ott folytattam 1967 novemberéig, 1967-ben bevonultunk katonának, és 1967 óta én a Szondi sportolója vagyok. Tehát nyilvánvaló, hogy idejekorán kiderült a tehetséged, és a tehetséghez a szorgalom is járult, és ráadásul jöttek az eredmények. Mennyiben változtatta meg az életedet a Szondi? Hiszen itt azért nagyszerű mesterek voltak, és jöttek ezzel együtt az eredmények. Hát igen, hát ehhez mondjuk, így van, ahogy mondod, az edzők, kellettek jó edzők, és hát szorgalom, úgy, ahogy mondod, szorgalom is kell, mert hiába akarja az edző, hogy én jó sportoló legyek, ha egyszer nem akarok tovább menni. És én tovább akartam menni, válogatott akartam menni, olimpiákra utaztam ki, EB, VB-re, bizonyítottam, és akkor azt hiszem, hogy tudod, 3 olimpián voltam, München, Montreal és Moszkva. Moszkva. Igen. Nyilván a csúcs az Moszkva volt, elérünk oda is, de egy kicsit először, ugye jöttek a magyar bajnoki címek. Ugye ez egy fontos áttörés minden sportoló életében, hogy a legjobb a súlycsoportjában, és ráadásul egy olyan sportágban, ami ma is azt hiszem, hogy egy nagyon fontos sportág. Alapból kötött fogású lettél? Érdekes, én az első magyar bajnokságomat szabadfogásban nyertem. És utána jöttek a kötött fogásban is voltam válogatott. Csak én elindultam mindig a szabadfogáson, hogy segítsek a tesómnak. Mert ő is nyert magyart. És mondom, hogy elindulok én a magyarra, hát pénzbe nem kerül. És nekem jött össze, mert a tesóm kikapott, és akkor én nyertem a magyar bajnokságot szabadfogásban. Az volt az első. Az igazi nagy eredmények kötött fogásban jöttek, kötött hiszen ha megnézzük, 73-ban már ott lehettél Teheránban a világbajnokságon, van, és egy van. Remek bronzérmet. Ugye sokan mondják mostanság, mert hogy mindenki a csúcsot ostromolja, hogy hiányoznak az aranyérmek. Én azt mondom, hogy az akkori világban, hiszen nagyon is jól tudjuk, de ez ma is így van a Szovjetunió felbomlása után, de az akkori világban a kötött fogás és a szabad fogásban is rengeteg kiválóság volt. Itthon is, mert azért valljuk meg, ez a sportág vonzotta a fiatalokat akkoriban.
Igen, hát ahhoz mondom még egyszer, hogy akaraterő kellett és szorgalom kellett, hogy én ott tudjak lenni az élvonalba. Először is úgy, ahogy mondod, Teherán volt. Nem Teherán volt. Nekem az első világbajnokságom Szófiába volt, a Bulgáriába, a Hegedűs Csabában ott voltam én választott. Ha Csaba ott nyert világbajnokságot először, őt ott nevezték el Tus királynak. Na, tehát azért mondom, hogy az volt az első világban, ott ötödik voltam. Igen, és a Teheránban pedig megjött már a bronz. Teheránban megjött a bronz, de persze még előtte az EB volt, EB is kettő, és utána jött a Teherán VB bronz. Mennyit jelentett számodra, hogy a magyar bajnoki címek után megérkeztek a világbajnoki, Európa-bajnoki érmek is? Hát persze az mindig öröm az embernek, és az csak ösztököli az embert, hogy tovább olimpiára akarok utazni, jó eredményt szeretnék elérni. És hát, ahogy mondod, így meg is jöttek az érmek mindenhonnan, EB-ről, VB-ről, olimpiáról. A Szondi nagyon jól úton haladt, hiszen nyilvánvaló, hogy egy idő után természetessé vált, hogy ti maradtok, Rász Lajos nem különben, aztán ott volt még Vámos Péter a fiatal korosztály képviseletében. Én azt hiszem, hogy egy remek szakosztály alakult ki. Ki volt az a mester, ugye Tombor István tudjuk, hogy nagyon sokat tett ezért, ki volt az a mester, aki ezt végigvitte, hiszen egy idő után nyilván már nem katonák voltatok. Hát a Szondiba, persze ott a Pista bácsi volt, a Tombor volt a mester, ő vitt bennünket végig. Ő küzdött velünk, ugyanúgy küzdött velünk, mint ahogy mi küzdöttünk, mert ő is akart az eredményt, és az pedig őnek is köze van az eredménye. Nagy köze van a Tombor Pista bácsira, meg a Víg Imrét is meg kell említeni, mert ha véletlen a Pista bácsinak volt valami gondja, problémája, akkor a Víg Imre tartott az edzéseket. Az olimpia Münchenben azért az már áttörést jelentett, nyilvánvaló, hogy ott vagy a világ élvonalában. Ott már igen, ja. És akkor a következő olimpia ugye 76-ban Montreal. Montreal volt. A Montreal olyan az értelemben csalódás, hiszen úgy engedtünk utatokra benneteket, hogy ott jöhet egy áttörés. Igen. Hát sajnos a Montreal olimpián ott nem jött össze, ott le is sérültem. Akkor nem is úgy sikerült a felkészülés, most nem akarok én magyarázkodni, de sajnos az ember az nem gépezett, tehát mindig nincs csúcson. Igen, annál is inkább kérdezem ezt, mert ugye 76-ban az Európa-bajnokságon viszont remekül szerepelt. Igen, 76-ban is, igen, ebben azt hiszem Leningrádban. De előtte volt még egy Ludwigshafenben, NSK-ban volt még, ahol szintén harmadik voltam. Ott nyert Hegedűs Csaba is EB-t, és ott lettem én is, mind a két helyen a Csaba nyert, én még mind a két helyen ott voltam a Boroz éremért. Ez egy legendás időszak volt, nyilvánvaló. Hogy élted meg ezeket a bronzérmeket? Hiszen nyilvánvaló, hogy azért mindenki a csúcsra tör. Hát, rengeteg melót kellett csinálni. Tehát ez az eredmény az csak a sok edzéssel, sok lemondással jár. Volt olyan, amikor kérlek szépen edzőtáborban voltam második fiamnál, nem is voltam itthon. Akkor is edzőtábor, úgyhogy a nejemet a Pista bácsi vitte be a kórházba, én meg Debrecenben voltam edzőtáborban. A sikerek egyébként mennyiben változtatták meg az életedet? Hát én nem hiszem, hogy változtam volna. Én örültem mindig az eredménynek, én mindig a földön jártam, nem volt bennem olyan, hogy jaj, most én vagyok a feles az olimpiai bronzérmes, EB bronzérmes. Én ugyanúgy bárkivel, én nagyon jó haverságban összejövök, nincs az, hogy most én ki vagyok. Azt kevesen tudják, csak egy mellékszál nyilvánvaló, hogy nagy rajongója voltál a nagy autóknak. Kinek? A nagy autóknak. Ja, igen, általában. Hát az mindig csodaszámba ment, mert akkor még lehetett a belvárosban is autóval közlekedni, amikor hát, megjelentél a nagy autóba. Ez honnét jött ez a szerelem? Nekem ezek tetszettek. Nekem ma sincs kis autó, ma sincs kis autóm van. De most nem azért, valahogy ez a hír volt abban az időben, hogy kis embernek nagy autó, mert Rásznak is nagy autója volt. Annak is nagy autó van általában. Aztán így, mit tudom én, kedvencem volt a nagy autó. Kényelmes. Úgyhogy, ja.
Mit kellett tenni ahhoz, hogy ilyen hosszú ideig, majd elérünk az olimpiákhoz nyilvánvaló, az élvonalban tudj maradni? Hiszen a 8 bajnoki cím az elosztott, és közben mindig feltűnt egy-egy fiatal tehetség, aztán a végén mindig te maradtál. Ja, volt olyan, amikor tényleg a Pista bácsi, a Tombor mondta, hogy Feri, mert tényleg úgy itt kikapogattam itthon, hát itthon a legjobbnak kell, és úgy lett az ember válogatott. És azt mondta, hogy Feri, azt mondja, most pihensz fél évet, nem kell semmit csinálni, nem úgy, hogy tehát versenyre nem kell menni, nem kell itt megszakadni edzésen, amit akarsz, azt csinálsz, azt mondja, és akkor majd utána meglátjuk, hogy, és úgyis jó, össze is jött, mert utána pihentem egy fél évet, magyar bajnok lettem, akkor már ott én utaztam az olimpiára abban az évben. Azért mondom, hogy hát rápihentetett az öreg, rápihentetett. Moszkva mennyiben változtatta meg az életedet? Nyilvánvaló, hogy a moszkvas nagyon sokaknak azt mondják, hogy ugye Csonka olimpia volt, mint tudjuk, és utána Los Angeles is, de az olimpián a kötött fogású birkózás és a szabad fogású birkózásban nem mondhatjuk, hiszen a világ élvonalában nem voltak amerikaiak, gyakorlatilag az akkori Varsói Szerződés társult tagállamai, tehát a szocialista országok vitték a prímet, élen Szovjetunióval értelemszerűen és Magyarországgal, hiszen Moszkva az egy fantasztikus élmény lehetett. Mi fogadott benneteket? Hogy készültél erre, hiszen most, már nagyon kiárt az érem? Most csak úgy visszatérve, hogy Csonka olimpia volt, hogy mondod, az volt, mert nem volt ott mindenki. Hát a mi súlycsoportom, legalábbis az én súlycsoportomban lényegében ott volt mindenki, mert engem nagyon most nem nagy képviségű mondom, nagyon nem vert meg más orosz, bulgár, esetleg románnal is verettek meg különben Münchenben is. Akkor lengyel Európa bajnokkal kezdtem, megvertem, máskor kikaptam tőle, olimpián megvertem. De azért mondom, hogy ugye az én súlycsoportomban, illetve a mi súlycsoportban, a Rácinak is ott volt mindenki. Azon az olimpián, aki számít valamit. Szóval nekünk nem volt Csonka. És 35 esztendős voltál már, és azt gondolom, hogy az már ebben az értelemben szép kor, hiszen az életed nagyobbik fele a birkózásban telt. A rutin mennyit számított a későbbiekben? Hát számít a rutin, bár ott azért már 35 évesen az már azért ott már fáradékonyabb az ember. És hát itt megint csak vissza kell térni az edzőre, azok tudták azt, hogy egy 35 éves embernek mennyi edzés kell, mennyi meló kell, és nagyon beosztották nekem a melót, mert volt olyan, amikor, na, ma pedig azt mondja, a hegedűs, mert az volt akkor már később a vezetőedző, azt mondja, na, Feri, azt mondja, neked ma van egy versenymeneted, egy meccset birkózok, utána mennyi szaunázzál, pihenj és kész. Majd holnap megint birkózunk egy meccset, utána rápihensz, úgyhogy tudták, hogy egy idősebb versenyzőrök mennyi melók, tehát nem lehet túl terhelni. Tudatos voltál. Tudatos, nyilván. Tudatosan. A család mennyivel járult hozzá ehhez a tudatossághoz, hiszen nyilvánvaló egy bizonyos kor után jön a család, és akkor még nagyobb a felelősség bizonyos értelemben. Hát, hál' Istennek, amit az előbb is mondtam, hogy nekem nagyon levette, nem rólam, a nejem válláról a terhet, mert szegény Tombor Pista bácsi vitte be még szülni is a nejemet, mert nem voltam itthon, tehát segített ő is, de hát persze az asszony is ott volt mögöttem azért, úgyhogy mindig nyugodtan mentem versenyezni, tudtam azt, hogy odafigyelnek rá. Hát volt, amikor a nejem szült, érezte, fájdalmai vannak, fájásai vannak, és akkor csomagolt, átment a Pista, ott lakott a szomszédba, átment hozzá, és gyorsan vitte be a kórházba, úgyhogy azért mondom, hogy nagy segítség volt ez az edzőktől is, a nejemtől is, aki tényleg ott volt mögöttem, vagy 15 évig versenyeztem, mint versenyző. 15 évig voltam válogatott. Igen. Három olimpia, már csak háromszor, egy 12, már csak 12 év egyfolytában. Tehát az egy fantasztikus életút mindenképpen.
ugyanakkor még kell, hogy beszéljünk egy olyan világbajnokságról, ami azt hiszem, hogy fontos, bár egy kicsit, ahogy olvastam, csalódásként élted meg, hiszen minden idők legeredményesebb VB-je a San Diego-i volt. San Diego. És ugye 4 arany, fantasztikus teljesítmény, hát itthon kibújtunk a bőrünkből, hiszen... Olyan 4 aranya jöttünk haza San Diego-ból. Így van, és negyedik lettél csak, mondom én, illetve mondott te, hogy csak, de én azt gondolom, hogy az egy fantasztikus pályafutásnak egy nagyon fontos adaléka. Na de, hogy csak? Ezt a csakot nem én mondom, hanem te mondtad. De figyelj ide, csak azért mondom, hogy tényleg úgy van, ahogy mondod, különben a dobogóra úgy csúsztam le én, hogy én, aki harmadik lett ott, San Diego-ban, az én súlycsoportomban, én azt megvertem az előmecseken, megvertem. Csak kihullottak a többiek már, és 4 voltunk már csak. És én, akit megvertem, az győzött a 4 között. Bejutott a döntőbe. Bejutott a döntőbe, így van. És akkor én meg a 4 között az orosszal jöttem, aki meg is nyerte, és kikaptam tőle, és én lett a negyedik. Tehát akit megvertem, az meg lett harmadik. Úgyhogy ilyen körbeveréssel maradt bent. Nagyon fontos időszak volt ez, hiszen Rácz Lajos hozta azt a világbajnoki aranyérmet, amit azóta sem feledünk, és bár tudjuk, hogy az olimpián ő sem volt aranyérmes, de azért a ti szereplésetek folyamatosan azt gondolom, hogy az öregbítette a város hírnevét, a szondiét mindenképpen, a magyar birkózásét is. Általában hogy fogadták ezeket a sikereket itt Fehérváron akkoriban? Nagyon, én szerintem nagyon kedvezően, mert akár merre ment az ember, gratuláltak, Feri, gratulálunk. Emlékszem rá, tesóm mondja, amikor ő még, illetve én még kim voltam Moszkvába, a tesóm meg már itthon fogadta így a gratulációk. Azt hitték, hogy én vagyok. Uh-huh. Itthon már. És a tesóm egy ideig úgy fogadta is a gratulációkat. Az a végén már azt mondja, megunta, és akkor mondja, hogy na jó, az fogadta a gratulációkat, hogy azt hitték, hogy én vagyok. De még ki voltam Moszkvában, tehát annyira hasonlítok egymásra, hogy azt hitték, hogy én voltam. Erik, mikor jött el az a pillanat, amikor úgy érezted, hogy most abba kell hagynod? Mert azt gondolom, hogy egy teljes életút állt mögötted a birkózásban, és ez egy nehéz döntés. Hát az az igazság, hogy én elég sokáig birkóztam, mert azt hozzá kell tennem, hogy én még 42 évesen nyertem el magyar bajnokságot. Hát igen. Biztos tudod. És akkor utána még én Csébéken a mester még berakott birkózni. Még 50 éves voltam, még betett a Csébén birkózni, mert nem volt kis emberünk, nem volt kis súly, és betett. És hát hál' Istennek, hát 50 évesen is még győzelemmel járultam a Csébé győzelemhez. Tudtad, hogy mit fogsz kezdeni a birkózó pályafutásod után? Én tudtam, mert mondom őszintén, hogy ha valaki abba adja a sportot, hogy kiöregszik, az meg van ijedve, hogy most mit csináljon, mit csinál. Én nem. Én visszamentem a videótomba oda, ahol kezdtem. Már azért mondom, hogy visszamentem, mert nem kellett bejárni nekünk versenyző, és válogatottaknak, amíg válogatott voltam, nem kellett bejárni. Világos. Nem kellett bejárni. És amikor úgy voltam már, hogy most már még a hazai versenyeken, meg ebukfencezek, így mond, de válogatott nem tudok lenni, és akkor mentünk vissza tesóba dolgozni. Úgyhogy még az utóbbi egy helyben dolgoztam 33 évig, egy helyben. Hát nem dolgoztam végig, mert mondom, hogy 15 évig nem kellett bejárni, mert hát válogatott voltam. Azért az emberek, amikor így ezt átgondoljuk, mi magunk is, tehát én magam is, hogy a rendszerváltás után 2 éve, tehát 92-ben még indultál az országos bajnokságon. Így van, azért. Aztán alig 10 évvel utána pedig nyugdíjba mentél. Így van. Egyébként érezted-e a szurkolók, az emberek szeretetét, hogy itt van velünk egy legenda, kérem szépen? Hát azt, amit az előbb mondtam, hogy persze, hát azért mindig jó érzés az, amikor az ember bejön a Fehérvár, azért mondom be, mert én Pátkán élek most már 18 éve, 19, és ha bejövök Fehérvárra, mi ma is még nagyon sokan fölismernek, szia Feri, szia, az nagyok voltatok annak, de ne, hát mondom, hát akkor olyanok voltunk, hát akkor még fiatalok voltunk. Az edzőség az nem vonzott a visszavonulásod után? Micsoda? Edzőség. Nem, én úgy voltam, tudod, hogy voltam én eleget távol a családtól, most ha én edző vagyok,
akkor ugyanúgy a srácokkal ugyanúgy el kellett volna utazni versenyekre, ugyanúgy távol a család, ugyanúgy idegeskedni, hogy na most, hogy lesz a fiúk sérülés, meg mit tudom én srácoknál. Volt, amikor egyszer én tartottam edzést, a Pista bácsi nem volt, mert valami miatt el kellett neki utazni, és én tartottam meg az edzést, és volt egy kis fiú lesérült, hát kapkodtam ide-oda, most mit is sejjek, úgy gyorsan mentőre, kiugrott a válla neki, és azért mondom, hogy és ott nekem az, mondtam, hogy nekem elég, nem idegeskedek, én úgy nyugodtan élem a nyugdíjas napjaimat, úgyhogy nem, eltengődök, van otthon, tyukok, galambjai vannak. Tehát kiköltöztél Pátkára, így van. A nyugalom vesz körül teljes egészében? Jó, nyugodt, a csendes kis falu. 10 perc alatt bent vagyok városban, hogyha nagyon sietek, úgyhogy nem kell. Egy kicsit beszéljünk a mai magyar birkózásról, hiszen egy legenda véleménye mindig nagyon-nagyon fontos. Nagyon sok minden változott, tudjuk. Jó irányba halad a birkózás? Miként látod? Hát most szerintem jó irányba halad, mert az eredmények mutatják, hogy ott volt a két Lőrinc testvér, akkor még rajta kívül azt mondom, még valaki volt ott a negyedik, vagy azért mondom, hogy hát jó, szerintem jó. Hát reméljük, hogy még lesz jobb is, mert azért nem az igazi, mert azért az igazi a San Diego-é volt, azóta nem is volt olyan eredmény. Nyilvánvaló. Ja. És hogy áll a birkózás, mit gondolsz itt a Szondiban, hiszen ez egy fontos támpont volt a magyar birkózás történetében is. Hát most megmondom őszintén, régen voltam, mostában nem voltam lenne a Szondiban, mert most már állítólag nem sokan vannak. Talán egy edző van, aki csinálja még, nem tudom mennyire ismered, a Balogh Zoli volt, igen. Hogy ott van, én nem tudom. Mi kellene ahhoz, hogy a gyerekek ismét nagyobb számban válasszák ezt a sportágat? Hát most én tudod, mit figyeltem meg, amióta megjelentek ezek a okos telefonok. Nehéz őket attól elszólítani, hogy edzésre menjenek. Hát ezt nem én mondom, ezt az edzők is mondják, hogy az állandóan azt nyomkodják, nézik, játszanak, úgyhogy az edzés sajnos nem nagyon érdekli őket, és azért is talán nincs akkora utánpótlás. No, hát én nagyon örülök, hogy beszélgethettünk, hiszen a példaképek életútja az mindig fontos minden sportágban. Mit kívánjunk neked? Hát betegségmentes éveket. Történjék így. Örülök, hogy megtiszteltél. Én is örülök, hogy meghívtatok, és nagyon szívesen jöttem. Köszönöm szépen még egyszer a meghívást. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Serencs Ferenc volt, az egykori nagyszerű birkózó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!